Pozdravljam naše gledatelje. Pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Pranje na Dunavu u nošnjama. Oživjela se stara šokačka tradicija u Mohaču. Prikazali su tematične koreografije, predstava ansambla Baranja u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Održali su se narodnosni dani u Olasu. Glavna tema priredbe je zajednički život šokaca i švaba. Udvarsko veselje. Program Hrvatske samouprave Udvara. Više stotina ljudi okupilo se i ove godine kod Šokačke skele da svi pogledaju priredbu Pranje na Dunavu. Po tradiciji, obitelji su zajedno krenuli na pranje, tako i na tradicionalnoj organizaciji od Šokačke čitaonice, pjevajući i plešući su krenuli sudionici na folklornu mješavinu Pranja na Dunavu. Gyülekeznek a népviseletbe öltözött sokacok, ők a dunai mosást készülnek bemutatni. A zenés menet ezúttal is megmegállt egy-egy háznál, ahol a gazdák szomjoltókkal várták a mosásra igyekvőket. A sokac révhez érve aztán megkezdődött maga a mosás. Ezt a hagyományt a mohácsi sokacok olvasóköre elevenítette fel. Ez a 13. dunai mosás itt, amit az olvasókör megszervezett a mai napon. Ez egy fáradtságos munka volt valamikor a 40-es években. Abban maradt, ugye megjöttek a mosógépek, azóta az asszonyoknak sokkal könnyebb dolguk van, mint a régi világban. Ez egy nagyon nehéz fizikai munka volt. Amint itt mögöttem látszik is, tehát meg kellett vizezni a ruhát, mosófával, szappannal mosták, előtte ugye egy nappal lugzóba, hamuval meglúgozták, hogy az a koszos ruha tiszta legyen, és úgy érkeztek le a Dunára annak idején régen családok, szomszédok, szervezték együtt ezt a nagy dunai mosást. Talán azt hiszem, hogy sikerült ez a 25 év alatt átörökíteni azt, amit szerettünk volna, és igazán vannak fiatalok, akik köztünk nőttek már fel, most már 25 évesek, és azok azért viszik tovább, és bízom benne, hogy a továbbiakban is, amikor már az idősek kikopnak, elkopnak, azért lesz egy olyan generáció, aki ezt be tudja mutatni még a továbbiakban. A július első hétvégén megtartott program során nehéz év százados asszonyi munka elevenedik meg a folyópartján, természetesen hagyományos eszközökkel. A dunai mosás során fiatalok és idősebbek egyaránt sorra veszik a teendőket, az áztatást, a mosópadra helyezett ruhák beszappanozását, megzöcskölését, majd a vizes anyagokból a mosófa élével a szennyeződés eltávolítását, mindaddig, amíg a textíliákból tiszta öblítővíz nem jön. Először bevizezzük a ruhát, ugye a köndőket, minden, amit a mosásra szoktunk hozni. Majd mikor bevizeztük, utána szappannal átdörzsöljük, meg is mutatom. Jó, bevizezzük. Majd jó, alaposan be kell szappanozni, majd ezzel a úgynevezett pratyákkal szépen kiütögetjük belőle a koszt, a vizet. Hasonló képen, mint ahogy egy mosógép. Most, majd alaposan kiütögettük belőle, újra bemártjuk a vízbe. Jó, alaposan, és ezután pedig kicsavarjuk. És igazából ennyi a menete. Ezt nagyon sokszor kell ismételni, akkor lesz szép tiszta a ruha. Ugye ezek a szappanok, ezek régi kézműves szappanok, tehát ezzel azért sokkal könnyebb volt régen is mosni, mint egy mai hagyományos szappannal. Nagymamám a Szigetben élt, és ő is régen a Dunára járt az ő szüleivel, nagyszüleivel mosni, amikor még ez mindennapos volt. A mosás jó hangulatáról helyi zenészek gondoskodtak. Érdekes a történet igazából, mert kettő zenekarból állunk össze, Orkesztár Glasovi, illetve az Orkesztár Fermata tamburazenekar,
ez a kettő zenekar állt össze, mind a kettő Mohács, igazából barátok vagyunk, jó barátok, és így történt ez az egyveleg. Gyakran szoktam részt venni ezen a rendezvényen, valamint több horvát sokat rendezvényen is itt Mohácson, de nagyon szimpatikus, meg jó a hangulat, jó a társaság, horvát származású vagyok, természetesen félig, anyukám horvát, és hát igazából 9 éves korom óta zenélek tamburán. A Mohácsi zenekarral már egy 3-4 éve fel is lépünk az összes rendezvényen, amit megrendeznek itt Mohácson, mint Sokac, mint horvát, igazából magyar rendezvény bármelyiken. A Sokac rendezvényt folklór műsor zárta. Ensemble Baranja od davne 1967. godine od osnovanja neprekidno djeluje. Uglavnom prikazuju plesove Hrvata u Mađarskoj, ali ensemble se oduvijek bavio i tematskim plesno-kazališnim koreografijama. Društvo je svoje komorne tematske koreografije u okviru cijelovečernjeg programa predstavilo 17. i 19. lipnja u Pečuškom hrvatskom kazalištu. Umjetničko društvo Baranja utemeljeno je 29. studenog 1967. godine u Pečuhu. Društvo je osnovano od studenata koji su za voditelja izabrali Milana Rockova. Baranja tada djelovala je kao manjinska folklorna družina jer su plesali hrvatske, njemačke, poljske, čak i rumunjske plesove. Baranja 17. i 19. lipnja održala je samostalnu galu komornih koreografija u Pečuškom hrvatskom kazalištu, gdje su pored narodnih plesova izveli komorne plesno-kazališne predstave koje je Laslo Bognar koreografirao, te predstavili su i koreografiju Zsuzse Hagen. 1977-ben kerültem a tanárképzőre, és akkor ott meghalva a próbateremben a szép kis muzsikát lementem, és akkor ott ragadtam, tehát tulajdonképpen 10 éves korában az együttesnek kerültem oda. Most már az 55 éves jubilómi műsor van, tehát 45 éve hellyel közzel, tehát 11 évet táncoltam, utána még a zenei ipari kíséretben vettem részt, aztán volt egy kis szünet, és most besegítek vagyok, táncházak, ilyesmi. Ennél jobb érzés nem kell ebben a szituációban, hogy mind a két fiam ott van, hát ez nem kell, aki szülő, apa, ez abszolút át tudja ezt érezni, hogy milyen csodálatos. És teljesen ő döntése volt. Én nem mondtam, hogy a Baranyába kell neki táncolni, hát mondta, mert atlétizál, és akkor mondta, hogy akkor megy a Baranyába táncolni, mondom, jó van. Hát aztán itt ragadt, most mind a kettőt csinálja. Egyébként az 55 éves nagy műsorra készültek, de a Covid meg egyéb helyzetbe lejátszott, és most már nagyon sok szám, amiket ma láttunk, már elkészült. Közönség várta, táncosok várták, hogy színpadra kerüljenek ezek a táncok, és akkor született meg ez az ötlet, hogy Baranya Kamara címmel most ez itt létrejöhessen. Egyébként ősszel, még nem tudni az időpontot, lesz egy nagy színházi produkció is. Tijekom 55 godina mnogo generacije su zajedno plesale, pjevale i bile ujedno i prijateljsko društvo. Današnji KUD broji mnogo plesača rodom iz hrvatskih obitelji, a čiji preci su ujedno i bivši baranjaši. Először is azt mondanám el az első kérdésre válaszolva, hogy nagyon-nagyon meg vagyok hatva, és nagyon nagy, kimondhatatlanul büszke vagyok a fiaimra, hogy ezt így végigcsinálták. Vannak pillanatok, amikor nagyon nem egyszerű, de ezeket ilyenkor elfelejtjük. Természetesen voltak mélypontok, voltak, amikor beszerették volna fejezni a táncot. Ugye én vagyok az az édesanya, akinek 3 focista, néptáncos fia van. Ilyenkor, amikor a néptáncot abba akarták hagyni, akkor mondtam nekik, hogy rendben, de akkor foci sincs. És így megmaradt mind a kettő, természetesen önszántukból. Édesanyja egy kicsit sem hatott rájuk. Természetesen ugye a családról elmondhatom azt, hogy a Baranya
táncegyütteshez 55 éve kötődik. Először édesanyám öccse volt az, aki nagy bőgőzött, őt követte kis késéssel az öcsém. Majd most nem zenészeket, hanem táncosokat adtunk, és elmondhatom, hogy 4 táncost adtunk a családból a Baranya táncegyüttesnek. A 3 fiam mellett a legnagyobb örömöm, hogy keresztlányomat is a színpadon láthatom. Tehát mondhatom azt, hogy tényleg 55 éve folyamatosan részt veszünk benne. Plesáči pored národných plesova često uče, prikazuju na sceni i tematske koreografije, koje su posebna vrsta i očekuju još veću pažnju od plesača. Danas na repertuaru su bile uglavnom te koreografije. Én kiskorom óta engem körülvesz a horvát kultúra, úgyhogy nem volt kérdés, hogy előbb-utóbb táncolni is fogok. És hát sokan elkezdtek táncolni a Baranyába, meséltek róla, hogy milyen jó ez a hely, milyen jó a közösség, így hát bekerültem 9-es koromba ebbe a társaságba. A mai napon a román táncba táncoltam, illetve a végén a drába menti közös táncban. Nekem az egyik kedvencem a szerb, a késes tánc, illetve a drába menti táncot is nagyon szeretem. Ugye a mai napon nagyon sok tematikus tánc került a színpadra, és szerintem ezek mind nagyon érdekesek, és ugye az ember egyes problémáit, mindennapi problémáit mutatják be, és szerintem ezek nagyon érdekes táncok, és egy új szemszögből mutatják be a táncokat is, úgyhogy én nagyon szívesen megmutatnám magamat ezekbe a táncokba is. Među plesačima možemo naći i plesače drugih kudova ansambla. Znanje koje Baranja daje svakako je ostalim manjim društvima pozitivno, imaju svi dobru suradnju s baranjašima. Körülbelül egy olyan 10-11 éve kezdtem el Bírjánba. Tudányok megalapították, és akkor úgy voltam vele, hogy miért is ne kipróbálom, és valahogy úgy magával ragadott a dolog. Úgy szépen lassan formálódott, jó pár évig táncoltuk, utána elmentünk a tanácsba, ott is táncoltunk néhány évet, és akkor így nem tudom, hogy valahogy átcsábítottak a Baranyába, és akkor itt vagyok már egy 5-6-7 éve körülbelül. És akkor itt szépen lassan belekerültem a koreográfiákba, sokat fejlődtem itt ebbe az elmúlt pár időszakba, és mellette még párhuzamosan ugye táncolok meg Bírjánba is. Jó, hát a késessel kezdtünk, jóformán majdnem végig táncoltam az egészet, 2 megúsztam. A késeset táncoltam el, a Don Quixote-t, a Tisztelet a Rejtőjenőnek, Dráva Mentit. Bírjánba eleinte nagyon-nagyon régen, még kicsi voltam, táncoltam magyart is. Hát nem annyira volt szimpatikus maga a társaság, a táncvezető, és ugye azt úgy abba hagytam, és akkor valami mozgás kellett, mikor megalapult Bírjánba a táncsoport, ők horvátot kezdtek el tanítani. Ugye azért elment a próbákra, megnézegettem, és nem megtetszett. Egy kicsit ilyen dinamikusabb, rezgősebb, ilyen válik változatos. U baranjskom selu Olasu održao se Narodnosni dan. U naselju žive u većem broju i Hrvati i Njemci. Na priredbi je nastupalo kulturno-umjetničko društvo Mohač, koji su prikazali svoju koreografiju o zajedničkom životu dvaju naroda. Tavaly nyáron hagyományteremtő szándékkal szerveztek kulturális és gasztronómiai nemzetiségi napot Olaszon. Akkor a német és a horvát közösség is 3-3 nemzetiségi önkormányzatot hívott meg. Idén, június 25-ére szervezték a helyi horvátok és németek közös programjukat, és már 5-5 településről hívtak meg nemzetiségi önkormányzatokat a rendezvényre. Ha a horvátok mennek valahova kirándulni, akkor jönnek velünk a németek is. Itt nincs az, hogy külön horvát-német, ők is jönnek velem, vagy velünk a horvátokkal misére, vagy bármilyen rendezvényre jönnek a németek, és fordítva is ugyanúgy lehet menni is, ha a németek szerveznek, akkor bárki mehet. Egy gasztrorendezvényel készültünk, meghívtunk szomszédos önkormányzatokat, és mindenki főzte a saját ételét. Itt voltak Nagykozárból, Bírjánból, Szederkényből, Kátolyból, és ugye a horvát kapcsolatunk, és két horvát kotlicsár, illetve főző, aki jött, főzte a nagy adag evédet 200 főre. Znači, mi smo došli iz hrvatskog dijela Baranje, selo Gajić, općina Draž, udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo, etno selo Gajić,
A došli smo sa jednom jako lijepom namjerom dugogodišnje suradnje sa Hrvatskom samoupravom OLAS-a. Evo ove godine slavimo 14 godina gdje ćemo svečano potpisati povelju i jako sam sretna da smo se povezali mađarski dio Baranje i hrvatski dio Baranje kroz kulturu, kroz tradiciju, kroz gastronomiju, kroz enologiju, znači hrana, vino i svakako i turizam. Filáković István, a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes vezetője, egyik koreográfiájában a sváb sokac vegyes házasságot vette alapul, ezt adták elő a Nemzetiségi Napon. Miután ez itt most horvát és német nap, mi egy olyan számot hoztunk ide a sváb sokac lakodalmasunkat, ami nem érzett teljes most, mert nagyon sokan nyaralnak, diplomaosztón vannak, államvizsgáznak, de azért egy bizonyos létszámmal itt vagyunk. Tehát ez azt hiszem most itt pont aktuális egy horvát német napon, egy sváb sokac lakodalmas, a saját koreográfiánk, örömmel vállaljuk a fellépéseket, ide külön eljöttünk, mert a egyik főszervező a Rosingerni, aki nekem csak Ruzsics Anni, osztálytársam volt középiskolában, és így nagyon szívesen jöttünk ide. Hát sokat készültünk, már régóta tanuljuk ezt a táncot, sokat elő is adtuk már. Én jelen pillanatban a sváb hűfének a párja vagyok, igazából én fogom őt segíteni valamennyire a koreográfia alatt, hogy ő tudja a szerepét csinálni. Segítek majd a mennyasszonynak felöltözni, elbúcsúztatni, és részt veszek a lakodalomban, a mulatságban is. Remélem egyszer én is megtapasztalhatom azt, hogy én is a vőlegény szerepébe lépek majd. Egyébként a családom is sokat, én is sokat származású vagyok. Ez a ruha is rajtam, nagy része a nagyapámé volt. Ez pedig egy bőfély, úgyhogy elég közel áll hozzá. A horvát származású operettének Gyurit István is fellépett a szép számú közönség előtt. Ovogodišnje udvarsko veselje je održano 11. lipnja u Udvaru. Bogati cjelodnevni program je otpočeo s malonogometnim kupom, nastavio se natjecanjem u kuhanju, svetom misom, kulturnim programom te završila se veselim balom. U ovoj godini se priredilo već 19. put tradicionalno udvarsko veselje. Članovi Hrvatske narodnosne samouprave Udvara, pored drugih istaknutih programa, veliku pažnju posvećuju na organizaciju te priredbe koja se već skoro 20 godina priređuje. Samouprava u kojoj sam ja sad kao predsjednica, ova djeluje u 2018. su nas zamolili i zatražili, znači onda smo na izborima mi stigli. Hvala dragim Bogu da imam jako mlade suradnike. Imamo još dva članova, Ivanu Božanović i Petara Balaža, jako su aktivni, hvala Bogu, i mi radimo sad već drugi ciklus. Znači, pokušavamo malo i ove ostavštine što su nam ostavili naši preci, da to malo obnavljamo, da to malo, kako da kažem, da oživimo to u selu. A evo, ima kad nešto novo izađe, idemo na hodočašća svake godine. Organiziramo tabor za djecu, to je uvijek ispred kermeza, a naš kermez je u srpnju, znači srpnica je prva nedjelja u srpnju, a tabor uvijek organiziramo prije tjedna, tako se lijepo druže djeca, cijeli tjedan pričamo na hrvatskom jeziku, imamo ove radionice, pa ples, pa doktor Stipan Blažetin nam daje predavanja, pa Branka Pavić Blažetin,
pa onda Vesna Velin uči djecu malo na plesove i onda svaki put idemo na misu, hrvatsku misu imamo i onda tako se lijepo družimo i ja mislim da i djeca, a roditelji, a isto i starija generacija, jer žene drage su, one nam uvijek pomažu kad je ručak, doručak, pospremaju, tanjure nam skupljaju, pospreme. Znači, ja mislim, to sve, svo selo se veseli onda. Evo ovako, 2002. znači prije 20 godina, kako su još utemeljili to udvarsko veselje ovdje u naselju, ali znamo zbog pandemijske situacije, jedna godina je ispala i tako nam sad ispada da je to 19. udvarsko veselje. Kako tako mi odlazimo na hodočašća, zato idemo u Santovo, u Dušnog. Sad smo i njih pozvali da i oni budu prisutni. Nažalost, sad svi imaju neke nastupe, ali naša vjerna djeca, ona svakako žele da se malo organiziraju, znači oni će prije nastupati, pa onda bude ženski pjevački zbor Agušenoa i onda djeca iz Salante isto će malo dati neko predavanje, neku predstavu i onda ja mislim idemo na misu, na hrvatsku misu, velečasni Gabriel Barić će nam držati hrvatsku misu. Ove godine po prvi put su dalje bogatili program organizatori, priredili su natjecanje u kuhanju gdje su se 6 ekipe natjecale. Pored tradicionalnih hrvatskih jela, jedno posebno njemačko jelo se isto natjecalo. Hát az én fazekamban német étel készül, mert én a magyarországi német kisebbséghez tartozom, és egy belsőségpörköltet készítek, amit mi otthon Sauresnak hívunk. Úgyhogy én egy ilyen német étellel készültem, hozzá flutát fogok sütni, az pedig egy krumplis fánk, azt hiszem magyarul talán úgy lehetne mondani. A kultúrnom programu, pored mališana Marice iz Salante i pjevačko zbora Augusta Šenua iz Pečuha, su nastupala djeca iz Udvara, koji su svoju koreografiju uvježbali u taboru, koji se već godinama priređuje u Udvaru. Da, naš tabor sad već, ja mislim, šesti ili sedmi put ćemo održati tu Udvaru. To je uvijek prije tjedna Bučure. I onda dolaze djeca tu iz Udvara i blizine Udvara. To je jedan hrvatsko-jezični tabor. U taboru imamo razne programe, imamo dobre predavače. To bila je i bivša lektorica Zorica Jurčević iz Baje, pa onda bili su tu još mnogi koji su nam pomogli i sa raznim lijepim satima obogatili naš program tu u taboru. Bit isto plesovi koje smo učili već u taboru, bit će igra kolo jastuk tanca, to zbog mali koji su oko 5-6 godina, a poslije će biti hopa, cupa, kolo, glumac Stipan Đurić, on će nam pjevati tu. I navečer će početi bal koji svira orkestar Badel. Hvala vam na današnjoj pažnji i vidimo se opet.